Az egész Európát fenyegető energiaválság lecsapni készül a helyi közösségekre is, írja hétfő délutáni posztjában Cserpakovics András. A polgármester hozzáteszi, biztosabban, hogy pártállástól függetlenül a városvezetők hetek óta a települések legalapvetőbb szolgáltatásainak őszi-téli biztosításán dolgoznak. Az önkormányzatok szorult helyzetére példaként hozza fel, hogy időnként már árajánlatot sem kapnak az energiaszektor szereplőitől. Ha azonban mégis, akkor akár a tavalyi ár tízszeresét is elkérik, ami egyre több területen kigazdálkodhatatlan. Ennek megfelelően a városvezető úgy véli, a legfontosabb kérdések egyike ma, hogy mivel, mennyért és miből fűtik majd az óvodákat, a kórházat vagy éppen a nyugdíjas otthonokat. Kiemeli, a probléma okozói nem a települések, a helyi közösségek csak elszenvedik a következményeket. Cserpakovics András úgy fogalmazott, az önkormányzatnál hetek óta számolnak, döntéseket készítenek elő, melyek célja, hogy a legalább alapvető szolgáltatásokat és a munkahelyeket biztosítani tudják. A városvezető mindezzel kapcsolatban további részleteket ígér még erre a hétre.